Sziasztok! Több fontos információval is érkeztem ma hozzátok. Kezdem az elsővel, méghozzá egy rendezvénnyel. Volt már augusztus 21-én a Szent István napi rendezvényünk, augusztus 29-én a második érdi vágtánk, mind a kettő hibátlanul, tökéletesen, szinte teltházzal lefutott. És most szeptember 12-ére ide, a Nemzeti Lovas Kultúra Központba egy olyan rendezvényre invitállak titeket, melynek a neve Nemzeti Rendvédelem Kultúrájának és Történelmének Napja. Egyesületünk által, valamint Csasvári Sándor, Moravec Levente és Lakló Taladár közreműködésével megalapítottuk a Magyar Történelmi Színházat. Ennek a célja és eszmei értéke, hogy megszerettessük a fiatalokkal a hazafias gondolkodást, segítsük a hazafias nevelést, és a magyarokkal, hogy erősítsük a magyarság tudatot. Aki ide ellátogat a Nemzeti Lovas Kultúra Központba, a lényeg, hogy amikor innen elmegy, akkor tudja is, hogy miért jó magyarnak lenni. Ennek a napnak a megálmodásakor jutottunk partnerségre a Nemzetközi Rendőrszövetséggel, a ZIPA BRFK Egyesületével. Velük együtt hoztuk létre a szeptember 12-i napot, hozzuk létre. És a lényeg, hogy olyan programokkal várunk titeket, melyeknek lényegében a jellege a napnak a nevéből fakadóan, mint katonai drónbemutató, a BRFK kórusának fellépése, készenléti rendőrségnek a fellépése, tűzoltósági bemutató, és ezt a napot felajánljuk lényegében az értünk dolgozóknak, a hazáért dolgozóknak, akik minden nap a védelmünkre és segítségünkre kelnek. Ez az egyik információ, amit el szerettem volna mondani nektek. Lényegében van még egy plusz, este szeptember 12-én 7:30 lesz a fő attrakció, a Sárkány Szív. A Sárkány Szív című előadásról annyit kell tudni, hogy ez egy magyar történelmi musical, amit a Moravec produkció és a Magyar Történelmi Színház fog bemutatni nektek. Nagy Lajos király életéről szól, szóval mindenkit várunk, a belépés ingyenes. Ez az egyik info, amit el szerettem volna mondani nektek. A másik, minden napra lovas kultúra. Miért nem is jelentkeztünk a 100. rész után? Ez a 100 rész, ez egy ilyen kerek, teljes egésznek bizonyult számomra, de nem állunk meg, mert még nagyon sok dologgal nem foglalkoztunk, és nagyon sok dolgot nem érintettünk. Például nem voltunk még Bábolnán, nem voltunk még Mezőhegyesen, nem foglalkoztunk a fogadhajtással, de ne aggódjatok, mind sorra fog kerülni, csak egy új brandben, egy új név alatt és egy új koncepcióval. A mindennapra lovas kultúra kicsit soknak bizonyult a heti 5 napjával, és ezzel szeretnénk egy kicsit játszani és változtatni. Szóval innentől én úgy gondolom, hogy nem heti 5 napban fogunk jelentkezni, hanem heti 2 napban és sokkal hosszabban, ahogy azt már a visszajelzések is igényelték. Szóval tartsatok velünk, kövessetek minket YouTube-on, kövessetek minket Facebookon, hogy ne maradjatok le az újdonságokról, és megígérem nektek, nem sokára jelentkezek, és el fogom nektek mondani az újításokat a mindennapra lovas kultúrával kapcsolatban, és hogy milyen formában, és mikor jelentkezünk. Szóval tartsatok velünk, és ne feledjétek, szeptember 12-e, kapunyítás, 1 órakor, gyertek, a belépés ingyenes.